Az írói életművekkel általában kétféleképpen ítélkezik az utókor. Az egyik azt mondja, hogy az életmű értékálló, mint az arany. A másik pedig olykor úgy nyilatkozik, hogy egyes életművek devalválódnak, mint a rossz gazdaságpolitika következtében a fizetőeszköz. Veres Péter munkáit maradandónak tartja számon az irodalomtudomány. Na de hát mi az oka akkor, hogy könyveit, hogyha előkerülnek mégis a polcról, le kell porolni, mielőtt kézbe vennénk. Csak annyi szerintem, hogy 1970 óta a magyar irodalom fejlődése is nagyokat lépett előre, és Az utódok jobbnál jobb alkotások valóságos halmazát hozták létre, az emberi elme befogadó képessége, mint tudjuk, eléggé behatárolt. Ma már úgy tűnik néha, hogy az olvasónak is szakosodnia kellene művek, műfajok és divatok szerint. Csak hogy a törvény egyelőre ilyen kódexet még nem szült, nem állított össze. A történelem tudománynak azonban létezik a két háború közti időszakkal és a szocializmus korai korszakával foglalkozó ága is, amelyeket Veres Péter elbeszéléseinek ismerete nélkül dőreség lenne tanítani. Veres Péter ugyanis tanúja volt a magyar kör paraszti közösségek bomlásának, aggodalommal figyelte a szegény parasztság föld válását, föld válását, a zsellérség teljes elszegényedését, végig kísérhette az agrárproletariátus kialakulását. És ennek a magából kiforduló, átalakuló paraszti világnak Veres Péterdil nem volt jobb ismerője, de nem csak ismerte hőseit, velük élt, velük lélegzett. Lehetetlen hát, hogy az ő helyzetében ne kezdjen el valaki forradalmárként gondolkodni, de a szervezkedéshez már nem volt eléggé elszánt. Félrecsúszott forradalmár, tehát író mondta magáról egyik legjobb önéletrajzi művében, a számadásban. Itt legalább az olvasó is meggyőződik arról, hogy a mű szerzője nem politikusnak, hanem írónak született, aki külső megjelenésében paraszt, de belső értékeit ismerve gondolkodni tudó, bölcs értelmiségi, aki az erkölcsi értékek sérülése esetén sem hajlandó sunyítani. Mesélték, feljegyezték róla, hogy egy közönség találkozó végén elindult felé egy hölgy, ma már azt mondhatnánk, hogy egyik rajongója, aki már útközben kerekítette karjait az ölelésre, és kifestett száját a csókra, vagy talán a puszira. Nana na, állította meg Péter bátyánk mutatóját is felemelve, ehhez egyedül nádasdi júlcsának van joga. Na most, ha ez a kis életszerű epizód mosolycsalt az arcukra, akkor jöhet a komolyabb része ennek a mai estnek, kezdődjék a kerekasztal beszélgetés. A mai estének ez lesz az egyik nagyon fontos kérdése, hogy mi vezeti, mi vezetheti a mai, mai fiatalokat, a fiatalabb nemzedékeket ehhez az életműhöz, ez a nagyon fontos életműhöz. Egyszerű napszámosként kezdi a pályáját és megmarad a földművelésnél még nagyon-nagyon sokáig. Tehát amíg ő íróvá nevelődik, addig mindenképpen a földműveléshez kötődik. Hát az íróvá nevelődés az körülbelül 1928-tól kezdődik, amikor ugye Vámbéri Rusztem számára ír egy levelet, amiben a földművesek helyzetét tárja fel, illetve kérdéseket tesz fel a századunknak a hasábjaim, miután megjelent ez a, ez a levél. Tehát ez a létforma, ami már az ősidők óta létezik, ma már azért a földnek egyre kevesebb helyén szerintem, legalábbis, de az az egyéni gazdálkodó forma, ami ugye a parasztságnak mindig is egy vágyálma volt, és, és ezt a vágyálmot Veres Péter is megfogalmazta, például a a Paraszti Jövendő című szövegében 1948-ban, ha bár ugye ennek némileg azért, azért nem lett különösebb folytatása, hiszen ugye Rákosi annak idején azt mondta a kötet kapcsán, hogy, hogy Veres Péter jó író, de rossz politikus, mert hogy ugye Rákosék már a, a irányába mozdították el a folyamatot, míg a paraszti jövendő a hagyományos paraszti gazdálkodás mellett állt ki. És persze a kommunizmusnak az egyik hozadéka volt, azt jól tudjuk, hogy, hogy megszüntette a paraszti gazdálkodást. Gyakorlatilag teljesen kiírtotta azokat a hagyományokat, amelyek jellemezték ezt a világot. Veres Péter művei, szövegei ezt a letűnt világot rögzítik. Tehát ha más nem is, de ezt nagyon jól, nagyon jól megismerhetjük belőle. Mi indította arra, hogy Veres Péter életművével foglalkozom. Milyen út vezetett Veres Péterhez? Hát én akár találkozhattam volna is még Veres Péterrel, mert a faluban, ahol laktam a 60-as években, a Vasmegyei Bükön, 1965-ben egy íróolvasó találkozót tartott ő, amire az én édesapám elment, és nagyon lelkesen tért haza, hogy ez igen, ismeri a népet, ez egy nagyon okos író, és ért a nyelvükön. És hát attól fogva én fokról-fokra megismertem Veres Péternek a hozzáférhető könyveit. Aztán gimnazista koromban megtudtam a magyar tanáromtól, aki nagy kedvelője volt a népi íróknak, hogy vannak nem hozzáférhető könyvei is, akkor azok kezdtek leginkább érdekelni engem. A Mit ér az ember, ha magyar című eszékönyve, valamint a Szocializmus, Nacionalizmus című nagyon érdekes világnézeti tanulmánykötete, és még több más is volt, amit nem jelentett meg a, a szocializmus idején. Nem voltak ezek zárolt vagy tiltott könyvek, Könyvtárakban, ahol egyáltalán meg volt ott hozzá lehetett férni, meg Antikváriumban is, de minden esetre megjelenni csak a rendszerváltozás környékén jelenhettek meg újra. Hogy mi ragadott meg benne? Hát elsősorban az, hogy a nagyszüleimnek a paraszti világát idézte föl az ő alakja, a mű, munkássága, a figurája, az öltözködése, az egész jelenség azt a világot, ami az én gyerekkorom idején szűnt meg nagyon gyorsan, és úgy tűnik, hogy legtöbb elemében véglegesen. És aztán az egyetemre kerülve, itt a Pesti Bölcsészkaron, egyfajta autonómiát, vagy elkülönülést is jelentett számomra, pozitív értelmű elkülönülést, hogy Veres Péterrel foglalkoztam. Először a szakon írtam egy tanulmányt róla, amivel országos első díjat is nyertem a diáköri konferencián, Veres Péter Parasság szemléletéről. Aztán pedig a szakdolgozatomat írtam Veres Péter Magyarság tudatáról, ezt bővítettem ki doktori diszertációvá, méghozzá nem a népírók valamelyik kutatójának a témavezetése mellett, hanem német G. Béla volt a témavezető tanárom, aki aki kimondotta nem kedvelte például Veres Pétert és, és a népi sem. Ennek ellenére én sokat tanultam tőle, és bizonyos távolságtartás az én elemző munkában, munkámban is van Veres Péter gondolkodásmódjával kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy ez a, ez a, hogy úgy mondjam, a tudományos objektivitás szolgálta, és mindenképpen a, a Veres Péter melletti elkötelezettségemet nem vonta semmiképpen sem kétségbe. Hogyan ismerkedett meg Veres Péterrel először az irodalmával, vagy először a szóbeli hagyomány útján ismerkedett meg vele? Beszéljen egy kicsit erről. Természetesen legelőször én is a szóbeli hagyományok alapján, vagy a beszélgetések miatt ismertem meg. Mindig beszéltem, volt Balmazújvároson Veres Péter és az ő munkássága is. Teljesen kettős megítéléssel voltak az ottani emberek, mivel ő is közül, közülük származott és közülük való volt, ezért, ezért nagyon sokan felrúdták, illetve felrúlják mai napig is neki, hogy nem szeretett dolgozni, hogy kobikoltak, akkor ezt csak ült és olvasott, meg az újságot gyűrte, 71-ére olvasta el, de más dolgozott helyette, tehát ezeket, ezeket folyamatosan hallotta az ember már gyerekkorában, és hát ráadásul azoktól az ismerős bácsiktól gyakorlatilag én a Darubban lakom Balmazújvároson, és az a Gyepsor, illetve a Kadarcs az egy utca. Tehát öt, egy, egy, a Kadarcs nevű régi folyó, ami kiszáradt már év, századok óta, az van a kettő között, és közötte van ez a bizonyos Gyepsor, amiről annyit hallunk, vagy olvashatunk az ő munkásságába. Tehát gyakorlatilag... Ezt a világot, amit ő leír Dankónéstól, Kiskondásostól, ezt, ezt teljes mértékben ismertem, és ismerem mái napig is, hiszen nagyon érdekes, de ennek a csökevénye még mindig-mindig felfedezhető egy-két udvarban, egy-két tanyán, egy-két kis tanyasi gyereknél, akik olyanok, mint a csík, olyanok, mint az ördög, és egyszerűen kicsi bendegúzok, vagy kicsi tele tűzzel és energiával, és az embernek sírhatnék, javon, van rájuk néz, hogy úristen, itt több évszázados lemaradásban vannak ezek, holott meg irigylésre méltó az az egész közeg, amiben felnőnek. legények. Állnak az utcasarkon, nincs semmi munka. Üres zsebekkel, de még csöppet sem lehangolva, bár okuk volna rá, mert sokszor hiába mondják már egymásnak, hogy komám, adj egy cigarettát. Nincsen egyiknek se. Vagy ha mégis akad, mindegyik csak egy-egy szippantást, ha kap. Állnak az utcasarkon, vöröslő nyakukból duzzadnak az erek, és pirosló képükből hamis hegykeszemek kacsingatnak a lányok arra, akik szemüket lesütve ballagnak el köztjük, hogyha arra megy az útjuk. Visszanézni nem mernek, csak lépésükre ügyelnek, hogy csin legyen benne, és ritmus. Az állapotos menyecskének, meg akivel még tavaly együtt táncoltak a bálba szemtelenül utána nevetnek. A beszéd, amivel szórakoznak, nem templomba való. Bárha papok és apácák ráismernének benne legerrejtettebb gondolataikra, és a tréfáik sem szalonképesek, pedig. Gyakran szerepel ebben a beszédben Isten, Krisztus és az összes szentek, de ezt a megemlékezést alig, ha köszönnék ők meg. Az urakról keveset beszélnek, inkább az anyjuk, ha van szóba, az Istenét neki mondják, csak azok ne volna. Araszt legények. Szeretem bennetek osztályomat, a sorsűzött proletárt, Szerettem bennetek a fájdalmat, a parasztot és a magyart. szeretem bennetek, hogy Úrnak és Pandúrnak soha se köszöntök, csak muszájból köszöntök. És végezetül én nem mehetek el innen sehova. Sehova. Nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom. Millió sárbaragat, paraszt a szomszédom. Ezeknek a sorsa az enyém, és az is marad örökre. Nekem csak térkép a nagyvilág. Talán soha se látom Párist, Rómát, soha se látom Amerikát, sem a déltengeri szigeteket. Barnás volt marad számomra a sziklás spanyolföld, és zöld volt marad a szibéria isztje. Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják egy görög bölcs, adj egy szilárd pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot. Én megtaláltam ezt a pontot, legalábbis magam számára. Ez a föld az, amelyen élünk. A szíksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok és zöldelő dombok földje Magyarország, és a tízmillió magyar, aki benne él. Hogy szép a mi hazánk, szebben, mint mások, én nem tudom, nem is keresem. Hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztük, beköltöztünk-e, vagy a földből nőttünk. Mindegy. Ma már egyek vagyunk vele. Lábammal bokáig járok a magyar sárba. Arcomat kicsira húzza a kemény sivatagi napfény gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhők fölé. Nincsen más számomra, csak emésztő töprengés. Forró vágyak és kemény akarat. Ide kell hozni a nagy világot. Ide kell hozni mindent, ami szép. Ami jó, ami nemes, és amit érdemes. Mi volna az a Verespéteri munkásság életműből, amivel elekottó a mai fiataloknak a figyelmébe, ajánlaná, vagy mint tanár esetleg a figyelmükbe ajánlja is Veres Péter ránk hagyott irodalmi műveit. És hogyha nem az olvasáson keresztül, akkor, akkor milyen úton, módon vezethető el talán a mai fiatalság az olvasáshoz is, a művelődéshez is, a magyar történelmi közelmúlthoz is, és az olyan hatalmas szellemi örökségeinkhez is, mint amit Veres Péter munkássága jelent. Veres Péter személy szerint a tankönyvekben, tananyagokban nem nagyon szerepel. Láttam már néhányat, ilyen-olyan tankönyvcsaládokat, szöveggyűjteményeket, mindenféle taneszközöket. Veres Péter mondjuk egy ilyen bélyegnagyságú képpel és egy bekezdésnyi szöveggel mutatkozik be a diákoknak, illetve a tankönyvszerzők így mutatják be őt. Nyilván a népiek közül német Lászlói és Gyula az, aki, aki inkább ott van a tananyagban, hogy így fogalmazzunk. a 12. évfolyamon találkoznak velük leginkább, a többi népi nem nagyon. Sinka, verssel találkoztam szöveggyűjteményben, Tamási Áron. Tehát úgy, úgy, úgy maga a népi irodalom nem nagyon jelenik meg a tananyagokban. Tehát ö, első lépésként talán ebbe az irányba lehetne egy változást tenni, hogy a népi irodalom egy kicsit jobban reprezentálva legyen a, a tankönyvekben, szöveggyűjteményekben. A többi aztán talán már könnyebben következik. Valóban úgy van, hogy a hagyományos parasztság megsemmisítése után, ami a XX. században általában a szocialistánk nevezett országokban, át a kolhozosítás, a szövetkezesítés során történt, de látjuk, hogy a nyugati demokráciákban is valamilyen módon a társadalmi fejlődés természetes velejárójának tűnt, hogy a falusi ö, hagyományos közösségeket ö, el, feloszlatta tulajdonképpen az ipari forradalomnak ez a második korszaka. Tudjuk, hogy az első korszakat 19. században szintén a hagyományos falusi mezőgazdasági közösségek rovására zajlott le. Hadd kérdezzem akkor Gyurát Ferenctől is, hogy mely Veres Péter művekkel vezetni a fiatalságot ennek az elsüllyedt univerzumnak a megismeréséhez? Azt hiszem, hogy ez eléggé nehéz feladat a fiatalokhoz közelhozni a népirodalmat saját gyerekeim tekintetében sem tudok sikerekről beszámolni. És azt vettem észre, hogy a, hogy a középiskolában nem is nagyon várják el. Nem a, nem a népi hanem egyáltalán még a kötelező olvasmányoknak a végolvasását sem. Minden három gyerekem jól érettségizett, az egyik négyesre, másik kettő ötösre, de nem igen emlékszem, hogy a kötelező olvasmányokat hátul cettig legalábbis olvasták volna, pedig hát végigolvasták volna, hogyha muszáj lett volna. Úgyhogy, de hát ez változni fog nyilvánvalóan ez a helyzet, mi nekünk ki kell tartani azért a magunk véleménye mellett, és úgy gondolom, hogy Veres Pétert olvasni, abban a sorrendben legpraktikusabb, ahogy ő maga is elkezdte a műveit megírni. mert először a közösségét, amelyekről, vagy amelyről a műveit majd írni fogja, mutatta be az Alföld Parasztsága című kis könyvében, amit a börtönben írt 1934-ben, mikor egy hónapra egy cikkéért lecsukták. Akkor írta meg ezt a karcsúden de nagyon jól olvasható és érdekes sok tekintetben megható bemutatását az ő közösségének, az Alföldi Ridegparasságnak, mert így hívta, amely tulajdonképpen az ő falujának a népét jelentette, bár ő kiterjesztette az érvényét az egész Alföldre, és utána pedig a közössége után bemutatta saját magát is, megírta az önéletrajzát még 40 éves kora előtt, de egy nagyon gazdag életet élt addig is, nem, nem egy mozdulatlan paraszti életformát, hanem hát a 20. századnak a mozgalmasságával volt teljes az ő élete. Hát kezdve a szerelemgyerekségtől, aztán az első világháborútól, olasz frontjától, a román fogságig, ugye a tanácsköztárság után a Brassói fellegvárba volt becsukva, és aztán sok minden más. Ez, ez a leg, talán a legmozgalmasabb műve is, a legcselekményesebb műve azért is ültünk most így össze, mert 125 éve született Veres Péter. Zseniális prózaíró, nagyon fontos és mindig jó szándékú gondolkodó volt. Az valóban minden írására igaz, hogy minden írásával jót akart, jó útra akart vezetni minket, olvasóit. Egy hihetetlen nagy apai szív működött benne, az egész világot ezzel az apai szívvel látta, és mindenkinek a javára gondolkodott. Nagyon érdekesek az olvasónaplói is, mert mindenkinek, és mindig meglátja, és észreveszi, hogy mely regényben, milyen olvasmányban, kinek ad egy életre szóló útra valót az író. Ez érdekelte őt, hogy hogyan lehet jobbá tenni a világot. Például az irodalom segítsége valamit visszaigazol, valahol az új város, város Természetesen, a mai, igen, mai, tehát, mai Beres Péter kultuszból ön ott megünnepelték a 125. születésnapját. Mindent megünnepelnek, és folyamatosan... Ö, odafigyelnek minden egyes történésre, ami vele kapcsolatos, úgyhogy nagyon meg van becsülve, utcát neveztek el róla, parkot neveztek el róla, szobra van, művelődési házat neveztek el róla, megvan a szülői háza, amiből Veres Péter múzeumot, tehát teljesen gondozva van ez az oldala az ő hagyatékának, sőt, mi több most került haza a teljes hagyaték a Balmazújvárosra, az irodalmi hagyatéka és az a Semsei Kastélyban került állandó kiállításra, tehát igen, odafigyel rá a város, és, és, amennyire csak lehet ezt, ezt igyekeznek ápolni. Ha egy Balmazújvárosi iskolás gyerektől, megkérdeztem... Gimnáziumot is neveztek el róla, Én. bocsánat. Attól függetlenül, hogy megkérdezzük tőle, hogy olvastál valamit Veres Péterről, től, akkor egy Balmazújvárosi iskolás olvasott tőle? Nem tartom valószínűnek, hogy legyen olyan városi középiskolás, aki ne olvasott volna semmit Veres Pétertől. Na, hát Én szerintem biztos vagyok benne. Öh, Fontosan azért, mert ezek büszkék, tehát ott a lokálpatrióta emberek élnek, tehát mindenkinek fontos a hortobágy, fontos a gyepsor, fontosak a sajátjai, és aki onnan származott a Sós Imrétől kezdve a Lengyelmenhértig, a Veres Péterig, ennek mindnek, mindnek van valami, ami büszkeséggel tölti el ezeket az embereket, és én nem tudom elképzelni, hogy legyen olyan középiskolás, Valmazújvároson, aki, aki nem olvasott volna Veres Pétertől semmit. Hát ez egy vigasztaló jó hír, és bízunk benne, hogy ez a Balmazújvárosi ismertsége Veres Péternek szélesedni fog, és talán valahogy még a nemzeti alaptan terve is visszakerül majd, hiszen valóban olyan, hogy lebilincselően érdekes. És mindaz, amit olvashatunk tőle, az ma már oly mértékig egzotikus, hogy talán ezen az úton is a figyelem visszaterelődik az életművére.